Gálhidi Györgyöt már fiatalon megérintette a labdarúgás iránti szerelem, ami később sem hagyott alább. A neves szakember több NB1-es klubnál is dolgozott az utóbbi 20 évben, de Borsodabói Zemplén megyében sem ismeretlen, hiszen két alkalommal irányította a DVTK-t, egyszer pedig a Kazincbarcikai Sportklubot. Tagja volt az 1984-es olimpiára készülő magyar válogatottnak is, valamint az élvonalban 181 alkalommal szerepelt és 3 gólt szerzett. Nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező edző vette át idén a Nemzeti Bajnokság másodosztályában szereplő Kazincbarcika irányítását, akinek feltett szándéka a dobogós helyek megszerzése a csapatával. Hát a futball, én úgy posztrofáltam ezt még a kezdetek kezdetén, a tizen éveim elején, hogy szerelem. Volt is ebből konfliktus a későbbi feleségemmel, de nekem a futball az tényleg egy szerelem, egy életre szóló szerelem. Már a családban is nagyon sok futball szerető, nagybátyám, édesapám, nagypapám volt, ők kezdtek el meccsekre vinni, és a mi időnkben még akkor tényleg tereken, utcákon rúgtuk a labdát, iskolába, szünetben, tornaon, testnevelés órán folyamatosan rúgtuk a labdát, és ez tényleg akkor is már egy szerelem volt. Kérdezzek már egy picit, azért milyen meccsek voltak, milyen meccsekre ment a család? A mi időnkben még kettős rangadók voltak a Népstadionban, tehát az első konkrét, hát nem is az első, de egy nagyon kiskori emlék, hogy a Vasas játszhatott piros-kékben, ez a piros-kék, élénk piros-kék szín úgy megmaradt bennem, hogy azt igazából úgy egy életre az is. Az ellenfele már nincs meg, de valószínűleg hát akkor azt hiszem a Fradi, az Újpest meg a Honvéd játszott, MTK talán, nem tudom pontosan, amelyik négy csapat játszott a Népstadionban ezeket a rangadókat, de mivel újpestiek vagyunk, Újpesten születtem, az újpesti Dózsa volt igazából a nagy kedvenc, a családnak is, akiket említettem, a felmenőim is, és nagy újpest drukkerek voltak, és hát én így szülő vagy családi kötődés volt az Újpesthez, és ez maradt is egészen sokáig. Játékos pályafutása a Vasas Izzó együttesében kezdődött, ahol 1963-tól 12 éven át hátvédként segítette csapatát, megakadályozva azt, hogy az ellenfelek eljussanak a kapuhoz. A szakember már gyermekkorától járt barátaival az Újpest hazai találkozóira, ahol a mérkőzések hangulata és a szurkolás szinte azonnal magával ragadta. A hazai meccseken ott laktunk Újpesten, akár gyalog, akár busszal, tudom én 10-15 percet meg tudtam közelíteni a Megyeri úti stadiont, és valóban már 12-3 évesen is egyedül jártam a meccsre, és ez tényleg napló, minden képes sport cikk, meg kép, meg a szekrényem tele volt ragasztva, meg a falam is, ilyen nagy tablószerű valami volt a szobánk falán, és akkor ragaszgattam, meg tűzögettem képeket, a fazekas Görös Dunaiket, Bene Dunaiket, Zámbó ötös, az ott volt a kis szekrényemen a képük. Egyik osztálytársam az a Noska Ernőnek volt az unokatestvére, és akkor vittem egy képet, aláíratta az egész csapattal, meg ott voltunk edzés meccs végén, aláírásokat gyűjtöttünk, tehát tényleg ez egy igazi fan voltam abban az időben, Újpest fan. Akkor azt lehet mondani, hogy a lefekvéskor, meg felkeléskor reggel mindig a foci volt, hogyha a képek, meg az újságcikkek ki voltak ragaszgatva. Igen, meg a köztelevő idők. Igen, reggeltől estig akkor mondhatjuk itt tulajdonképpen, hogy így volt. És akkor 9 évesen elkezdtem futballozni, akkor persze Újpest szerelem, de aztán a realitás az erősebb volt. Azt hiszem háromszor volt, hogy majdnem Újpest játékos lettem, de aztán mégse lettem. Vasasizóban nevelkedtem tulajdonképpen. Az osztálytársam édesapja edző volt ott, és azért ez a kötődés, vagy ez a szál is erős volt, ő vitt le, és akkor utána elmentem egy toborzóra Újpestre, megfeleltem, de hát aztán nem akartam én váltani akkor még, mert ez talán kétszer is volt. Meg az ő édesapja átkerült az Újpesthez, a Suman János, a Suman Péter a fia pedig többszörös bajnok. Mostanában elég sokat írtak Szegélyről, mert amputálni kellett mind a két lábát. A lényeg az, hogy ők vittek, vagy ő rajta keresztül lettem igazolt futballista, és a Jani bácsi átment Újpestre edzőnek, akkor majd vitt volna magával, de aztán mégsem se. A harmadik az meg a katonaságnál volt, aláírtam az Újpestnek egy, mert hát a szerelem, egy átigálszönsi papírt,
De aztán, amikor mire leszereltem, addigra egy a Kovács Józsi, jó mondom? Lehet, hogy nem jól mondom, mindegy. Tehát olyan válogatott szintű játékos lett, hogy esélytelenek éreztem magamat, és aztán mégis is nem mentem el. Oda kellett egy fél év kivárás, amíg Tatabányára kerültem, végül is NB1-be szerettem volna kipróbálni magamat. Egy fél évet ki kellett várnom, és hát igazából nem is volt sikeres ez az év, az a három évem. Tizen pár meccset játszottam összesen NB1-be. Amúgy ez érdekes, hogy említette ezt a szerelmet, mert ugye az ember visszatér mindig a szerelméhez, ugye az Újpest, de aztán mindig egy kicsit máshová is kitekintés történik. Igen, van ilyen az életben is. Nekem úgy zárult le ez a szerelem végül is, hogy fél évet ki kellett várnom, és elég ér az akkori elnök, az nem volt igazán úriember, és tehát a negatív érzésekkel váltunk el egymástól az Újpesttel, és végül is aztán azóta nem is vagyok annyira Újpest párti, meg ez a szerelem, ez úgy megszűnt tulajdonképpen. Mindenkinek az életében van egy csapat, amely közel áll a szívéhez. Nincs ezzel másként Gálhidi György sem, aki jelenleg a Kazincz Balcika együttesét irányítja. A legszebb és legemlékezetesebb pillanatai a szakembernek mégis a Budapest Honvéd és a Diós György nevéhez fűződnek, ahol csodálatos éveket töltött el. Én a Kazincz Balcika, nagyon közel van a szívemhez. Itt vagyunk mellette éppen. Emlékek igazából vannak. Én nagyon jó érzem magam, és nagyon szeretek Barcikán dolgozni, azért ezt hangsúlyozom, de a Honvédnál háromszor voltam edző, a Budapest Honvédnál, Diós Győrben kétszer voltam edző, azért ezek úgy NB1-ben úgy erősebb emlékek, meg talán nagyobb sikereket is sikerült ott elérni, amit még most, mert tavaly is a bemaradás végül is azért nem volt egy sikertelen dolog, de Diós Győrben 2005-ben 6 mérkőzés után vettem át a csapatot 0 ponttal, azt az egyik legnagyobb bravúrnak tartom a pályafutásomban, hogy utána tavaszi ötödikként tulajdonképpen összesítésben meg 9. helyen, akkor még csak 16 csapat volt, simán bemaradtunk. Nagy volt az öröm. Aztán a Budapesti Honvéd a 2003-2004-ben még azt megelőzően volt egy bajnoki cím másodosztályban. Sokan mondják, hogy másodosztályi edző vagyok, de ez van. A másodosztályban kupa döntőt játszottunk, és a Vasas előtt talán 8 ponttal nyertük meg a bajnokságot, tehát besétáltunk az NB1-be, az is nagyon nagy dolog volt, vagy szép emlék. A harmadik pedig, ami ilyen érzelmileg egy kicsit úgy fontosabb, meg meghatározóbb a pályafutásomban, 2006-7-ben Nyíregyházával a Ferencváros előtt, ugye ott volt egy olyan tengely, hogy Dragoner, Lipcsei, Tököli, én nálam pedig Ambrusz, Árpi, nem megsértve őket, Montvai Tibé és a középpályásunk, teljesen mindegy, már nem is de hát azért összehasonlítva a Fradi tengelyével, akkor azért elég nagy volt a különbség, és megnyertük a utolsó fordulókba, valahogy fölcsúszantunk az első helyre, és mi jutottunk fel NB1-be. Sokan nem is gondolkodnak el azon, hogy mikor fociznak, ugye akkor nyilván eltelik egy kis idő, és rájönnek arra, hogy vagy már elfáradtak, vagy mást is szeretnének csinálni, és én úgy gondolom, hogy nem minden jó játékosból lesz jó edző. Valaki lehet, hogy egy kicsit kevésbé jobban játszik a pályán, viszont a pálya mellől nagyon, illetve ugye nagyon jól tudja segíteni a csapatot a felkészülésben, és azért ezt sokszor nem tudják, csak akkor, amikor kipróbálják, de mit gondol ön, hogy a pálya mellett ön sikeresebb volt a fociban, mint a pályán? Vagy jobban érzi magát most is a edzői szerepkörben, mint mondjuk labdarúgóként? Hát ez így, ahogy beszéltünk, hogy ez már gyerekkori szerelem. Ez így adta, hogy ne szakadjak el a labdarúgástól, és edzőként kipróbálja magamat. Tehát ez a része itt elméletileg ez így adta. A másik rész az, hogy én soha nem voltam egy igazán tehetséges nagy játékos. Van közel 200 meccsem NB1-be, egy Csepelben többnyire. Egy küzdő harcos csapatban, ez a legjobb a vasgyári csapatra, tehát ez a legjobb jelző. És én voltam akkor bevonulásnál, mondták, hogy hát te vagy a hatodik balátvét, tehát nyugodtan várt ki a sorodat, aztán 3 hét múlva én kezdtem, tehát a küzdelem az ugyanúgy végigkísért a pályafutásomat játékosként is, meg edzőként is. Az, hogy de a kettő így együtt úgy így adta, tehát
nem tudunk kibújni a bőrünkből. Tehát amilyen játékos voltam, csapatember voltam, ezt mindig kihangsúlyoztam, és büszke is voltam arra. De ugyanakkor a siker is vonzott meg ambicionált mindig, hogy minél jobbat, minél többet elérni, és minél jobban teljesíteni. És ez a kettő úgy a pályán belül is, meg a pályán kívül is motivál és erőt ad. Tudatosan készültem az edzői pályafutásat, tehát játékosként elvégeztem, akkor még úgy volt, hogy a testnevelési főiskolának volt egy azt hiszem segédedzői, meg egy szakedzői tanfolyama. Most én a középfokú edző, az 2 éves tanfolyam volt, azt elvégeztem, utána elvégeztem a 80-as évek elején közepén a szakedzőit, a testnevelési egyetemen, tehát amit lehetett megtanulni. Aztán amikor elvégeztem, akkor rájöttem, hogy igazából én nem is tudok annyit, amennyit én úgy érzem, hogy kellene tudnom. Akkor elkezdtem német újságokat járatni, egy kukot nem beszéltem németül, és elkezdtem könyveket, cikkeket fordítani, úgyhogy ha már csinálunk valamit, akkor azt próbáljuk a lehető legjobban csinálni. Ez a mai napig így van, és talán azért közelhetszott abban, hogy a sikereket elértem. Tehát az én csapataim általában fizikálisan elég jó fel vannak készítve, és igyekszem tudatosan felépíteni a játék minden részletét, hol kevesebb, hol több sikerrel, illetve azért valamennyire függménye vagyunk a játékosok képességnek, az adott játékos állománynak. Én azt mondom, hogy az én sikerem, hogyha a maximumot kihozom azból az adott játékos állományból, akkor már nem dolgoztam rosszul. A tréner egy őszinte és szókimondó ember, aki bátran vállalja fel véleményét, ha az nem is tetszik olykor az érintetteknek. Pályafutása során évekig dolgozott külföldön, megfordult az Egyesült Arab Emirátusokban, Kuwaitban, Kínában, Vietnámban és Egyiptomban is, ahol csapataival összesen 5 bajnoki címet szerzett. Az őszintesége az van, amikor pozitív eredményekkel jár, van, amikor negatív eredményeket eredményez. Az én pályafutásommal az is együtt járt, hogy annak ellenére, hogy azt hiszem 4 országban 5 bajnoki címet szereztem az elmúlt 11-2-3-4 évben. Szóval az 5-ből talán 2 helyen hosszabbítottak. Tehát volt például az említett Nyíregyházán is bajnoki cím a Fradi előtt, de nem hosszabbítottak, mert én megkértem az egyik vezetőnket, hogy szünetben ne jöjjön be az öltözőbe, mert az az én területem, és zokon vette, nem értette meg, hogy én nem kommunikáltam, úgy utólag azt mondom, hogy rosszul csináltam én is, mert nekem egy fegyvert adott a kezembe, hogy én márpedig, hogyha én az elnökömmel vagy a tulajdonossal szemben őszinte vagyok, és megkérem, hogy ne, akkor elvárom a játékosaimtól, hogy egy Fradi ellen is, meg a Fradival szemben is győzelemre törekedjenek, meg a bajnoki címre törekedjenek. Tehát ez egy taktikai fegyver volt a részemről, csak én ezt nem jól kommunikáltam. Azóta már ezt átbeszéltük, és már vagy 3-szor szeretett volna visszavinni, vagy vinni valamelyik csapatához, de nem jött össze. Szóval ilyen értelemben az őszinteség az nem biztos, hogy jó dolog volt. Ugyanúgy a Honvédnál volt egy most a húsiparban nagy név a Piero Pini, úgyhogy ő volt a tulajdonos akkor a Honvédnál, amikor másodszor voltam a Honvédnál a másodosztályban edző, és hát önök is mondtam, hogy elkezdett nekem rajzolgatni, mondtam, hány éve van a futball, mondja 2, én megmondom 40 éve, na, akkor nyugodtan rajzolgasson, majd átnézem, amikor ráérek. Úgyhogy nem volt ez se jó, és feljutottunk NB1-be, kupadöntő, és a 2 meccs után megköszönte, de utána előre köszöntő, és a Fradi meccsen találkoztunk, vagy bárhol jött oda, és üdvözölt, és ölelgetett. De hát akkor már később volt nekem is, meg neki is. Na miért, hát ilyenek vannak azért. Nem, de mondom, ezek mind erősítik az embert. Ugye az a kudarc, ami nem öl meg, az erősít. Tehát én bővében vagyok az ilyen kudarcoknak, és olyan erős vagyok már, hogy az nem igaz. De akkor itt most kérdezik egy nagyon érdekeset ezzel az őszinteséggel kapcsolatban, és akkor megmondja azt a játékosnak, hogy most nem volt jó. Tehát itt keményen, hogy ez a mai teljesítmény, ez nem elég, azt meg kell mondani, hogy mi nem volt jó, és mit kellene másképp csinálni, vagy hogy lesz jó az, hogy jó legyen. Nagyon fontos a psziché, játékosok pszichéje, az nagyon fontos. Tehát minket még úgy tanítottak, most már ugye van egy stábban sokszor 20 ember külföldön, persze, de nálunk még pszichológusnak, pedagógusnak, erőléti edzőnek, még néha kapus edzőnek is kellett lennünk, tehát azért 4-5 szakmát úgy illet, hogy tudjuk legalábbis helyel közel azért, és tudjunk hatni a játékosainkra. Ez a legfontosabb egyébként, az egyik legfontosabb kisugárzásunk kell, hogy legyen, és hatni tudjunk a játékosoknak, hitelesek legyünk az ő számukra. Igazából itt lehet tényleg német, angolból, meg nem tudom én, miből fordítani, de ez a legfontosabb.
Ez a legfontosabb. Higgyenek bennünk, bízanak bennünk, higgyenek nekünk. A szakember mindig a legjobb tudása szerint segítette csapatait. A pálya melletti technikai zónában tevékenykedve olyan szituációkat látott, amelyet aztán később csapata javára tudott fordítani. A tréner hiába múlt el 60 éves, megállná bárhol a helyét, hiszen ha visszatekintünk, elmondhatjuk róla, 36 esztendősen még futballozott, 50 évesen pedig másodosztályú bajnokságot nyert a Honvéddal. Az egyik csapattal elveszített osztályozó után azonban rájött arra, hogy még többet kell dolgoznia, tanulnia, hogy tisztában legyen a legmodernebb módszerekkel. Egy 20 éves játékos 10 éve, egy 30 éves játékos is 15-20 éve van benne, és a profi játékban, a profi labdarúgásban pedig még rövidebb időszakban, vagy rövidebb ideje van benne. Én meg már azért, tudom én, edzői múltam is szerintem már 80-as évek közepe, az már jó, több mint 30 év, ha jól számolom. Tehát azért az biztos, hogy a tapasztalat az én a mi oldalunkon van, de ugye lehet úgy is, hogy földbe döngölöm, vagy elmagyarázom neki azt, hogy mit, hogyan kellene csinálnia, hogy javuljon a teljesítménye is, az egyéni teljesítményén keresztül a csapatjátéka, ne kapjunk annyi gólt, eredményesebbek legyünk, hát az a csapat teljesítmény javuljon, és az eredményesség természetesen, mert az eredmények azok mindenek előtt az a legfontosabb. Csináltunk mit, bármit, hogyha az eredmény az nem jön, akkor azért megköszönik a munkánkat. Hát gólra játsszák a focit, ez biztos, hogy így van. Engem amúgy mindig érdekelt az, hogy ilyen nagy csapatoknál, NB1-es magyar csapatokról beszélek. Mi történik a fél időben? Tehát ugye vége van a rendes játékrésznek, levonulnak a pályáról a fiúk, bemennek az öltözőbe. Mi történik ott egyébként olyankor? Sok minden történik. Fölrúgjuk a ruháskosarat. Vannak érdekes dolgok, de ez megint a pszichológiai része, hogy mikor mit. Mert van, amikor remeg a csapatom, olyan ideges, akkor nyugtatni kell. És van, amikor meg flegma, közömbös, nem tudom, akkor kell egy valami olyasmit, hogy fölkapja a fejét, és úgy megrettenjen egy kicsit, meg úgy észhezt érjen. Tehát sok oldala van ennek is. Mindenféleképpen van a mentális rész, hogy oda koncentráció, az, hogy hajtok a csapatomért, nem állok meg, ha milyen dög meleg van, akkor is futok, ameddig bírog a utolsó energiámig. Illetve, hogy szakmailag, hogy mi nem jó a labdakihozatalban, mi nem jó a védekezésünkben, hol szerzünk labdát, följebb vagy hátrább kell tudni, az már a szakmai rész, ami ugyanolyan fontos legalább, hogyha a gond van, vagy ha még ha jól csináljuk, akkor is kell erősíteni, hogy igen, ez így nagyon jó, de esetleg még itt lehet javítani, vagy az ott nem jó, de akkor csináljuk így, és akkor hát ha jobb lesz. Tehát ez is sokrétű, és ahogy mondtam az előbb, hogy egy kicsit ilyen polihisztának kell lennünk, hogy mindenhez kell egy kicsit konnyítsunk. A labdarúgó csapatok tagjai és a szurkolók is úgy gondolják, hogy a labdarúgás egy olyan közösség, ahol mindenki családtagként tekint a másikra. Ilyen közösségről beszélhetünk az edző jelenlegi csapatánál is, ahol a közösség és az egymás iránti tisztelet meghatározó. Az igazán jó csapatnál így van. Na most, hogyha az egész globálisan nézzük a magyar labdarúgást, ott mint a minden más területén a gazdaságnak vagy a társadalomnak, jó és rossz emberek is vannak, és ugyanúgy nagyon jó kapcsolatok, barátok vagyunk kollégákkal, és hát van, akivel nem annyira szívesen beszélgetünk, vagy tartózkodunk valahol együtt. Azért mondom, ez egy kicsit ilyen szélsőséges viszonyok és állapotok vannak. Azért természetesen a labdarúgóedzők valamilyen szinten együtt vagyunk, és együvé tartozunk, és barátok vagyunk. Nem kell szoros barátság, de igyekszünk azért segíteni egymást, és igyekszünk jóban lenni.